most már egyre több olyan fa van, ami aktuálisan az előző esztendőben Fehérváron született kisgyermekek emlékét fogja szolgálni az ő tiszteletükre, és azért tegyük hozzá, hogy édesanyjuk és családjuk tiszteletére ültetjük ezeket a fákat. Egyébként tavaly 2666 kisgyermek született Székesfehérváron. A gyermeknél azt hiszem, hogy nincs nagyobb öröm és boldogság egy családnál, és tegyük hozzá, hogy ez most már egy fára is igaz egy városon belül, és ez a kettő együtt nagyon szépen, azt hiszem, hogy elősíti is egymást, és beállt és állít is kérem, hogy ilyen szükségünk. Igazából én nagyon örülök annak, hogy ez a hagyomány folytatódik. Azt mindenképpen elmondom, hogy nagyon örülnék annak, hogy a fehérvári szülők a gyerekekkel ezeket a fákat majd bérben tartanák, és időnként valamilyen módon ők is részt vennének egy-egy ilyen felültetési akcióban, vagy jelen lennének. Én azt gondolom, hogy ez is el fog jönni. És annak is külön örülök, hogy mindegyik fa ilyen szépen megmaradtak, és azt gondolom, hogy ezzel is kicsit alátámasztják azt, hogy a Székesfehérváron született gyerekeknek ilyen gyökerekkel elvesztenek, hogy kicsit ki kell teljesedniük, és ebben a város kérdésében is van. Nagy öröm minden faültetése. Éppen most néztem a beszámolónkba, hogy több mint négyszer annyi fát ültetünk a belvárosi környezetben, mint amennyit kivágunk, és ebbe a nagy erősítési programjainkon sok ezer fát ültet az önkormányzat, nincs is benne. Tehát ez kimondottan a belvárosi parkok, a belvárosi lakókörnyezetre érvényes, tehát négyszer annyi az elültetett fa, mint amennyit sajnos ki kell vágnunk. Ami nagyon fontos, és szerintem mindenkinek meg kell érteni, ezek élőlények, ők most picik gyerekek, és sajnos amikor elérik az életüknek a végét, akkor a fákat sajnos ki kell vennünk, és ültetni helyüttünk. Ez ugyanaz a körforgás, mint ahogyan mi is élünk. Bent a jelzőst a fajta neve, viszonylag ellenálló, szép fényes nevei lesznek, a majd nem gazdagok virágtunk hamarosan, úgyhogy bizony, sokáig dísz lesz itt a téren.